Diány helyezkedik középütt. Persze Dibusz is. Valóságos élő falat van a Fradi. Balog. És gól! Diány befejeli. Beszállt középre a labda, és a védőkre vár Dibusz. Nem ugrottak fel a hátvédek. Diány közvetlen közelről megszerzi a vezetést. Csak úgy, mint a Megyeri úton. A két csapat őszi mérkőzésén. Vezet az Újpest. Zsinórban a hetedik meccsén ér el gól Diány. És 11 találatos a góllövő listán. Mbaye Diány. Itt jön a szöglet. Dibusz is bizonytalan, de a védelem is bizonytalan. Hát az eddig jól játszó Nalepa. A levegőben megverve. Diány bebólintja.